Az elmúlt év januárjában érkezett Nyíregyházára Bonifert Bendegúz. A kiesés után az NB1B piros csoportban induló csapatban a rutinosabb játékosok közé tartozott a 25 esztendős kosaras. A bajnokság első felében nagyon beragadtak a cápák, a második szakasszal és a rájátszásban nyújtott teljesítménnyel, viszont már elégedett a 3-as-4-es poszton bevethető játékos. Sajnos kicsit várakozásanul teljesítettünk a szezon elején, erre senki sem számított, mi se, de nyilván ezt nem így terveztük. De utána szerintem az a csapat megmutatta, hogy van karakterünk, minden játékos megmutatta, hogy van karaktere, és nem véletlenül hozták ide. És úgy gondolom, hogy utána már a januártól kezdve a szezon második felében azért bizakodóak lehetünk annak a teljesítménynek a tudatában, hogy ott azért oda tettük magunkat, és bárkire veszélyesek tudtunk lenni. Nyilván a playoffban ott már úgy mentünk be a playoffba, hogy bármi lehet innentől. Szerintem ezt meg is mutattuk, hogy egy MAFC-szal gyakorlatilag már majdnem az első két meccsen el tudtuk volna dönteni a találkozót. Sajnos ez nem így sikerült. Utána szerintem tisztesen helytáltunk a maradék meccseken, és szépen tudtuk lezárni az évet. A 2 méter magas kosaras csapata valamennyi mérkőzésén pályára lépett. Az alapszakaszban meccsenként 20 percet játszva 8 pontot és közel 5 lepattanót átlagolt. A rájátszásban 28 percre, 15 pontra és több mint 6 lepattanóra nőtt a mutató. Én is azért keresgéltem magamat még az első felében a szezonnak, ugyebár én is azért sérülésből jöttem vissza, 2 éve műtötték a térdemet, tehát onnantól idő volt, amire visszaszokok rendesen a játéknak a menetébe. Ez a tavalyi évem, ez nagyjából arról szólt, hogy fizikálisan visszajövök, és most úgy tűnik, hogy a szezon eleje meg arról szólt, hogy ezt a játék visszaszokásba is így legyen. Utána pedig Merim megtalálta a helyemet a csapatban, hogy hol lehet legjobban használni, és szerintem ennek volt köszönhető utána már a jobb teljesítmény. Bonifert Bendegúz a következő szezonban is Nyíregyházán játszik majd, mivel szerződést hosszabbított a klubbal. Az ellenfelek között már nem lesz ott a pécsi VSK, mivel megnyerte a bajnokságot és feljutott az élvonalba. A második helyen az Újbuda MAFC, a harmadikon pedig a Cegléd végzett.